A nyári hónapokban sokszor 30 fok felé kúszik a hőmérő higanyszála, ilyenkor pedig jobban kell ügyelni egészségünkre, elsősorban a folyadékbevitelre. Az ember testtömegének közel kétharmada víz, amelynek nagyjából 10%-a a véráramban van. A szervezet egészséges működéséhez ezt a mennyiséget folyamatosan biztosítani kell. A szédülés és fejfájás sokszor jelezheti ezt a hiányt. Nem csak sima csapvízzel lehet, illetve kell pótolni, hanem gyakorlatilag ezzel a nyári meleggel kiizzadunk ásványsókat, nyomelemeket. Tehát éppen ezért ugye az ásványvizeket célszerű használni, nagyobb mennyiségben fogyasztani. Mire gondolok a nagyobb mennyiséggel? Gyakorlatilag egy 2-3 literrel meg kell növelni a folyadékbevitelt, napi folyadékbevitelt. Alkohol, kávé, cukros italok, ezek mind megvonják a szervezetből a vizet, amely akár kiszáradáshoz is vezethet. Ezek helyett fogyasztunk inkább gyümölcsteákat vagy akár sportitalokat. A hiányzó nyomelemek pótlása azok számára kifejezetten fontos, akik a nagy melegben is sportolnak. Étkezésünkön is ajánlott változtatni ilyenkor, kerüljük főleg a füstölt ételeket, mert a bennük lévő nagy mennyiségű só szintén megvonja a folyadékot a szervezettől, a túlterhelt gyomor pedig csökkenti a koncentrációs készséget is. Két korosztálynak kell főleg figyelnie egészségére, a gyerekeknek és az időseknek. Ők ugyanis sokszor nem is kívánják azt a folyadékmennyiséget, amely szükséges lenne, pedig annak hiánya az időseknél súlyos problémákat okozhat kánikula idején. A különböző váz- és izomrendszeri görcsök fokozódását, illetve szívritmuszavarokat, szív- és érrendszeri betegség kialakulásokat fogják elősegíteni ezek a dehidráció, tehát a folyadék csökkenés a szervezben. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy fontos a megfelelő folyadékmennyiség bevitele, illetve a folyadék minőségnek is a bevitele. Az étkezésen kívül fontos odafigyelni például ruháinkra is. Ilyenkor javasolt a szellős, vékony ruházat, az UV-sugárzás ellen pedig kalappal és napszemüveggel védekezzünk. Már nem csak külföldön, hazánkban is egyre többször olvashatunk felmelegedett autókban hagyott gyermekekről. Fontos felhívni a szülők figyelmét, hogy egy gyermek szervezete más, mint egy felnőtté. Ugyanazt a hőmérsékletet nem egyformának érzékeli, ezért soha ne hagyják őket sokáig napon vagy várakozó autóban.